szerelem. Katie Ford, az öreg torony titka. Kösz, hogy elviszel. Ez természetes. Dehogy az, annyira ellenezted. Ismerd be végre. Óriási áldozatot kell hozni kevés pénzért. A pénzről még nem volt szó. Forgatókönyv Timo Bell. Ez az első állásom műemlékvédőként. Távol New Yorktól és az életüktől, Anna. Kérlek, zene Jürgen Ecke. Igazad van. Ráadásul hétvégén találkozunk. Fényképezte Felix Kramer. Ahó! Anna! Mona! Végre itt vagy! Gyere! Hadd öleljenek meg, drága! Rendezte John Derbridge. Szia! Jó napot! Üdv! Ő itt az én Mona nénikém. Ő pedig Tomás, az... Az elégedetlen barát. Ó, értem. Maradjon velünk pár napot. Sajnos vissza kell mennem New Yorkba. Várnak az ügyfelek. Szóval... Légy jó. Jó. Viszlát. Viszlát! Úgy látom, valaki nagyon siet. Megbeszélése van a városban. Ráadásul nem örül neki, hogy eljöttem. Na jó, de legalább elhozott. Mint a régi szép időkben, igaz? Te majd nálam laksz, és jól meg leszünk ketten. Szia! Viszlát! Mindig az év legszebb napjai voltak. Nyaralás Mó nénikémnél. Igen, gyerekként még minden egészen más, de nyaralás ezúttal biztosan nem lesz. Remélem azért tetszik a munka. Ez egy munka, és csak ez számít. Mó, annyira hálás vagyok neked. Csak adódott egy lehetőség. Beszéltem a városházán a polgármesterrel, de fogalmam sincs, hogy mit vár. Azt majd meglátjuk. Jó napot! Anna Wilcox vagyok, ma kezdenék itt. Igen. Én vagyok a felettese, Peter Lynn. Azonnal meg is mutatom az irodáját. Köszönöm. Jöjjön. Itt lesz. Ez lesz az irodája. Az enyém egy emelettel feljebb van. És hálás lennék, ha nem zavarna minden egyes aprósággal. Persze. És most nagyon figyeljen. Főbejárat, az irodája. Uh-huh. Az autókulcsok. A szolgálati autó az udvarban áll. Mondjuk már elég régóta. Ez minden? Talán valaki mondott valamit? Semmit. Akkor miért vár többet a semminél? Ki volt a felelős eddig a műemlékvédelemért? Ön volt az egyetlen, aki az új hivatalba jelentkezett. Az új hivatalba? Ez azt jelenti, hogy nem volt elődöm? Egy régi világító tornyot le akarnak bontani. Ez pár embernél kiverte a biztosítékot, de valójában senkit nem érdekel. Ez remek. Műemlékvédelem, szó szerint.
Ezen a helyen vidám park épül. De jóságos ég. Max Gordon vállalat. Világít a torony nélkül. Bocsásson meg, de fogalmam sincs, hogy mit akar tőlem. Várjon egy pillanatot. Rob? Igen? Egy műemlékes nő van a vonalban, a világító torony miatt. A régi torony a völgyben, ahol a vidám park lesz? Igen. Mégis miért bontási engedélyünk van? Egy ilyen kedves hangú telefonhívás mindig csak a kezdet, soha nem a vég. Minek a kezdete? A haragnak, egy óriási botránynak. Tessék, beszélj vele. Majd én beszélek vele, Mr. Gordon. Judith. Nem, köszönöm. Rob, csinálj valamit. 3 hét múlva kezdjük a bontást. Itt Rob Hunter. Kivel beszélek? Jó napot, Anna Wilcox. Mr. Hunter, elnézést kérek a zavarásért. Én vagyok az új műemlékvédelmi hivatal vezetője. És épp a világító torony előtt állok. Miss Wilcox. Nagyon sajnálom, hogy nem tudtunk korábban beszélni, igen, de... Igen, én is sajnálom, de szeretném a helyzetet dokumentálni. Igen, de a projekt fut. És a tornyot le kell bontanunk. Holnap. Ez jó, ez nagyon jó. Már holnap? Igyekeznünk kell, mert ha baleset történik, tulajdonosként mi vagyunk a felelősök. Igen, értem. Esetleg, ha felírná a telefonszámomat. És megpróbálnak kérni nekem pár napot. Rendben, megnézem, mit tehetek önért. Akkor fel is írom a telefonszámot. Igen? Igen? Igen, felírtam. Szeretné dokumentálni az épületet az archívumban. Fényképeket készítene, meg ilyesmi. Az nem jó. Egyáltalán nem jó. És egy kis halasztást kér. Úgy? Akkor ez egy hadüzenet. Javaslat. Az egyik csapatunkat visszahívjuk innen, és azonnal elküldjük Red Rockba, hogy robbantsák fel gyorsan azt az átkozott tornyot. Pontosan. Mo! Mit keresel te itt? Szép a régi torony, ugye? Igen, ez Lincoln korabeli. 1868-as. Kár, hogy le fogják bontani. Ha a Vidám Park ide költözik, akkor vége a békének és a nyugalomnak. Furcsa, hogy ezt senki sem ellenezte. A terveket túl későn ismertették. A világító torony régóta elhagyatott, és senki nem foglalkozott vele. De ha helyette egy Vidám Parkot akarnak ide költöztetni, napi több ezer látogatóval, akkor... Felhívtam őket, de már holnap bontani akarják a tornyot, nincs időm felmérni sem. Már holnap? Uh-huh. Azt hittem, hogy csak egy pár hét múlva. Tudtál róla? Igen. Akkor jól ráijesztettél a befektetőre. Igen, talán. De bontási engedélyük van. Még meg akarok nézni valamit, aztán hazavihetlek. Miért is ne? Akkor gyere. Nézd meg, Anna! Nézd, itt vagyunk most. Csak a hídon át lehet a toronyhoz eljutni. Igen, pontosan. Mondd csak, szerinted szerencsés, ha rögtön az első napomon vitával indítok? De talán egy műemlékért megéri. Ez az én kis Annám, a kis forradalmár. De ha az ember valamit el akar érni, akkor ki kell állnia érte. Időt kell nyernem. Ez minden. Legalább 14 napra szükségem van, különben nem fog menni. Én bíró vagyok. A városháza nem tud ilyen engedélyt adni, de nem tudod, ki lakott korábban a toronyban? Az áramot 1989-ben vezették be. Még abban az évben megvette az akkori őr. A tulaj neve Joshua Hesley. De most már sajnos elköltözött.
Fogalmam sincs hová. Akkor meg kell keresnünk. Miért? Miért? Ha az öreg úr újra a toronyban lakna, azzal időt nyernénk. Az engedély ellenére. Ez csak egy jogásztrükk, de hatásos. Igen, de a befektető úgyis egyszerűen kilakoltatná. Kilakoltatná, de nem egyszerűen. Ahhoz ugyanis bírói végzés kell. Na és? Ahhoz idő kell. Ítélet, papírmunka, határidő, végzés. A környéken én vagyok az egyetlen bíró, és nagyon elfoglalt vagyok. És ezt megtennéd, értem? Nem. Csak a törvény és a rend kedvéért. Érted? Á, törvény és rend, igaz? Már rád sem ismerek. Talán meg tudnám győzni a férfit, hogy átmenetileg költözzön vissza. De ahhoz előbb meg kéne találni. Ebben talán segíthetek. Á, tényleg? Felhasználom a kapcsolataimat. Hisz ismersz? Á, a sövény is jól megnőtt már. Á, jó rég nem voltál itt. Gyere, gyere, menjünk be. Joshua Hesleynek hívták a toronyőrt. Más sajnos nem tudok róla. De Mo segíteni fog. Nem hittem volna, hogy ilyen eltökéltés tud lenni. Rögtön az első napodon vitába keveredsz. Na és mit tervezel? Először is időt kell nyernem. Rájöttem valamire. Apróság, de bele kell nyugodniuk. Kiknek? A beruházóknak. Te jó ég, Anna, ezzel óriási nagy bajt kavarsz. Ezzel megidézed az ördögöt. Hát, köszönöm. Köszönöm a bizalmadat. De azért találkozunk. Hazajössz a hétvégén, ugye? Hát persze, csak... Csak fel kell mérnem. Fel kell mérnem itt a dolgokat, jó? Hiányzol. Akkor gyere le inkább te a hétvégén. Szombaton fontos üzleti megbeszélésem lesz, úgyhogy gyere te. Rendben. Ciao. Szia. Hogy tudunk oda átjutni? Csak jöjjön utánam. Mondom, hogy nem fog menni. Na, jó, hogy ti is itt vagytok végre. Mi a csodát jelentsen ez? Nem jöhetnek tovább. A híd már öreg. Szerintem túlságosan is. A szerkezetet át kell vizsgálni. Mi beszéltünk telefonon? Mr. Hunter, jó napot! Sajnos nem hívott vissza. Judith, kérem a papírokat. A hidat az önkormányzat tartja fenn. Itt ez áll. Ráadásul van behajtási engedélyünk, teherautóknak is, vagyis minden rendben. Nem az önkormányzat, hanem a műemlékvédelem küldött, és ez a híd... Ez az egyetlen út a világító toronyhoz. És ezt ön is tudja, különben nem lenne itt, igaz? Sajnos a hídra nem jöhet fel tehergépjármű. És ez hivatalos. Judith, menjen a városházára. Szeretnék egy végzést kapni erről, hivatalos pecséttel és aláírással. Nagyon szívesen. És aztán majd folytatjuk. Megkérném Mr. Hesleyt, hogy várjon meg a recepción. Köszönöm, doktor úr. 5 perc múlva ott vagyok. Útközben mindent elmagyarázok. Most ez a legfontosabb, hogy ott legyen. Mr. Hesley,
Írtó hálás vagyok önnek. Én is önnek. Minden napnak örülök, amit nem kell bent töltenem. De még mindig nem értek semmit. Kicsoda ön egyáltalán? Jöjjön! Hé, mi a felét csinál? Talán megőrül. Egy szót se. Jöjjön. Hallják ezt? Mr. Hunter! A világító toronyban még laknak? Az idős toronyőr. Látom, ön nem adja fel egy könnyen. Miss Wilcox, a Max Gordon vállalat már aláírt egy szerződést a cinkosával. Halló, jó napot! Azt hiszem, még nem találkoztunk. Aha. Ön beszélte rá? Rendben. De kilakoltatjuk. Ez csak természetes. A kijelentésében, mintha éreznék gyerünk. Egy det, nem akkor igaz? Ott kezdjétek, látod? Köszönöm. Megvagy? Az ilyesmihez idő kell. Kérvény, eljárás, bírói végzés. Napok, hanem hetek kérdése. Ön tényleg meg akarja csinálni, igaz? Judith. Judith. Igen? Foglaljon nekünk szobát. Szeretnék ennek a komédiának legkésőbb holnap véget vetni. Felhívja ön Mr. Gordont, vagy értesítsem én személyesen? Hogy megnőtt ő is? Felnőtt férfi lett. Az én emlékeimben még mindig gyerek. Ismeri ezt a Rob Huntert? Mr. Hestley, el kellett volna mondania. Megkért, hogy jöjjek ide. Én pedig a kedvére tettem. Honnan ismeri azt a férfi? Robert a fiam! Ez az egész itt egy családi vita? Családi vita? Már nagyon régen nem láttam. 35 éve. És Mr. Hunter nem is tudja, hogy ön az édesapja? Ugye így van? Nem érzem jól magam. Bocsásson meg. Mr. Hesleyt nem érdekli a világító torony. Csak a találkozó érdekelte a beruházóval, aki a fia. Én ezt nem értem. Eljön a fia New Yorkból, hogy lerombolja a tornyot, és Mr. Hesley nem mondja meg neki, hogy az apja. Ez a találkozás nem lehet véletlen, igaz? Miért nem? Van ilyen. Nem. Ilyen nincs. És beszéltek is egymással? Mm. Robert Hunternek fogalmasan volt róla, hogy kivel beszél. Te ismerted a régi toronyőrt? Itt mindenki mindenkit ismer. És most mit csináljak? Nem tehetek úgy, mintha semmit sem tudnék. Pedig talán most úgy lenne a legjobb. És hogy nézek Robert Hunter szemébe? Nem tudom eltitkolni előle. De magamat sem akarom belekeverni. Bocsáss meg. Most hová mész? Tudnom kell, hogy mibe csöppentem bele. Thank you.
Azt mondta, hogy 35 éve nem látta a fiát. Vagyis 3 évtizede. Toronyőr előzetes letartóztatásban. Micsoda? Egy nő egyedül megállít minket? Mit jelentsen ez? Tudja, hogy engem nem lehet megállítani. Csak az időt húzza. Már csak az a kérdés, hogy miért. Ha megvan a kérdés, megvan a válasz. Ez minden? Igen. Hogy néz ki az a nő? Ennek mi köze van a dologhoz? Te férfi vagy, ő meg nő, úgyhogy... Rendben. Teljesen egyedül száll szembe a hordával, úgyhogy nagyon bátornak kell lennie. És bár feelingnek néz ki. Nagyon jól tudja, mit akar. Nagyon vonzó és nagyon okos. Rob, légy óvatos. Max. Tudod, hogy ezzel a projekttel sokat bukhatunk. Utolsó kérdés, beszéltél azzal az öreg úrral? Nem, még nem. Akkor tedd meg! Beszélj vele végre! Oké. Nagyon vonzó és nagyon okos. Miket beszélsz? Josh! Ennyire fáj? Majd elmúlik. Joshua, olyan makacs vagy. Egy bolond makacs öreg úr. Téged gyámság alá kellene helyezni. Miért? Akkor én dönthetnék. És már régen megműthettek volna. Jó, ez úgy, ahogy van, Mona. Mindent eladtam, amin volt, vagy odaadtam. Azt sem tudtam, hogy kinek. Így kellett lennie. Ha a test nem bírja tovább. Ó, ezért az túlzás. Évek óta mindig csak ezt mondogatod. Ennek így kell lennie. Egyáltalán nem kell így lennie. Neked egy csodás, hosszú életed lehetne. Bírói felszólításra? Igen. Bírói felszólításra, Joshua Hesley. Mr. Hesley! Itt csak fényképek vannak, és egy régi film. És hát az emlékeim. Szóval ön a fiát örökbe adta? Nem volt választása. Talán a felesége halála miatt? Elizabeth beteg volt. Szörnyű fájdalmai voltak. Segítettem neki. A felesége meghalt. Önt letartóztatták, mert morfiumot vett illegálisan, olvastam. Igen, illegális volt. De akkor is helyes. És börtönbe került. Elizabeth elbúcsúzott tőlem is. Túladagolta magát. Én csak nem akadályoztam meg. A temetés után 4 évre börtönbe kerültem, és
megvonták tőlem a fiam gyámságát. Azóta nem is látta a fiát. Roberttel minden kapcsolatom megszakadt. A gyámhivatal minden próbálkozásomat visszautasította az ő nevébe. Már több mint 3 évtized. Szerettem volna még egyszer látni. Beteg vagyok. Már nincs túl sok vágyam, Miss Wilcox. De éppen ezért kellene beszélnie vele. Én szívesen segítek. Judith, sikerült megtudnia valamit? Igen, ez a Miss Wilcox félállásban dolgozik a hivatalban, és próbaidőm van. Akkor csak pehelysúlyú. Köszönöm, Judith. Judith, menjen el a bíróságra, jó? És nézze meg, hogy állunk. Miss Wilcox. Nyilvánvaló, hogy nem tudok az úrral 4 szem közt beszélni. De lesz rá módja. Tudja, érdeklődtem ön után. Semmi gond, én is ön után. Önt örökbe fogadták, igaz? Hű, ön aztán jó mélyre nyúlt. Mit jelentsen ez? Soha nem érdekelte, hogy kik a vér szerint is szülei? Nem, de írtó kíváncsi vagyok rám, mi a csodát akar? Kérem, ne legyen dühös, de ezt muszáj elmondanom. Fejezze be! Én sem ezzel a szándékkal... Fejezze be! Tudom, hogy hol van az édesapja. Mr. Hunter, Joshua Hesley, az édesapja. Ön annyira érzéketlen. Remélem, most büszke magára. Fiam. Nem vagyok a maga fia! Tudja, ez nagyon tisztességtelen játszma. Rob! Már a megérkezésünk óta hátráltatva vagyunk. A Max Gordon vállalat minden egyes nappal pénzt veszít. Sok pénzt. De hisz önök a jövőben sok pénzt akarnak keresni a projektükkel, igaz? Az efféle panaszokkal nem igazán fog meghatni. A torony pontosan 1868 óta áll itt. És higgy el, hogy neki nem sürgős. Ahogy az öreg úrnak sem. Aki több mint 30 éve lakik ott. Ezt meg honnan tudja? Ez itt, kérem, nem New York. Mi itt mind ismerjük egymást, 30 éve. És ha a toronyőrének, Josh Hesleynek még kell pár nap, hogy elköltözzön, akkor hagyja békén, és ne zaklassa őt ilyen fölösleges dolgokkal. De hát én legalábbis ezt javaslom, jó? A várakozás a mi tégünknek egy vagyomba kerül. Ön még soha nem volt bírói meghallgatáson. Különben tudná, hogy mivel jár, ha egy bíróval ilyen hangon beszél. Elnézést. Át fogom nézni a beadványt, és közölni fogom a bírói végzést. Igen, és meddig tart ez az eljárás? Addig, amíg le nem zárom. Majd értesítem. Ez a találkozás nem véletlen, igaz? Segít nekem, Anna. Mona azt mondta, ön egy harcos. Ön ismeri Mót? Ön rólam beszélgetett Móval? Anna! Thank you.
éppen ezért rángattál ide. Te tudtad. Kezdettől fogva. Mi az, amit tudtam? Tudtál a bontásról. Arról is, hogy mikor esedékes. A te ötleted volt, hogy hozzuk vissza a régi tulajdonost. Az csak egy spontán ötlet volt. Hogy időt nyerjünk, hiszen ezt akartad. Te csak azt akartad, hogy apa és fia végre beszéljenek. Igazam van, vagy nincs? Azt hittük, hogy van még időnk. Mi? Ha Josh visszamegy az épületbe, Robertnek muszáj lesz beszélnie vele. Nem akartunk semmi mást. Ez volt az alapötlet, semmi több. És én ehhez miért kellettem? Én bíró vagyok. Nem állhatok egyik oldalra sem. Azt is elmesélte, hogy börtönben ült? Tudok róla, Anna. A felesége meghalt. Ezért zárták börtönbe. Igen. A börtön az én hibám volt. Tessék? Tapasztalatlan voltam. Nem tudtam megakadályozni. Azt sem, hogy elvegyék tőle a fiát. Hogy nem tudtad megakadályozni? Mó! Én voltam Josh védőügyvédje. Ez volt az első komolyabb esetem. És vesztettem. A kisfiút ezután nevelőszülőknek adták. Robert még csak 4 éves volt. Értem. Nem, Anna. Nem hiszem, hogy ezt meg tudod érteni. Joshua éveken át próbálta visszakapni a fiát. De túl késő volt. Robert hallani sem akart az apjáról. Nem akart tudni róla semmit. Egyáltalán. Bűntudatod van? Ezt soha nem tudom jóvá tenni, Anna. Hogy érted, hogy megkért, hogy segíts? Hiszen nem is ismered az öreget. Igen, de Mona ismeri. Ha neki segítek, Monának segítek. Óriási bűntudata van, Tomás. Látnod kellett volna. Arra használnak, hogy a személyes gondjaikat megoldják. Fogd már fel végre, Anna. Szerintem ennek semmi köze a műemlékvédelemhez. Tudom. Épp ezt mondtam neked. Ez a munka nem visz téged előbbre. És minket sem. Tomás, itt már rég nem a munkáról van szó. Én egyszerűen nyakig benne vagyok. Akár akarom, akár nem. Másoknak annyi gondjuk van, mi meg csak pár napig nem találkozunk. Ez minden. Jó. Igen. Ez minden. Szia. Mi a csodát csinál itt? Épp papírokat rendezgetek. Úgy értem odakin. A Max Gordon vállalat hívott fel azzal, hogy ő szabotálni akarja az építkezésüket. A műemlékek védelme a munkám. Ezért vettek fel. Nem. Ön itt fog ülni a fészekben, kisasszony. Mr. Lane. Én csak a munkámat akarom végezni. Hogy ön mit akar, az engem nem érdekel. Évekig harcoltam ezért a nagyszabású projektért. Ígéreteket tettem és engedélyeket szereztem, hogy megépüljön a Vidámpark. Ki akar rúgni? Nem, szó sincs róla. Nem akarom. Ki van rúgva? Megértette? Szerintem ez a polgármester hatásköre. Az engem egy cseppet sem érdekel, mert itt mindig én hozom a döntéseket. Tegye az iroda és a kocsi kulcsokat az asztalra. Köszönöm szépen. Az iroda kulcs, igen. Szóval, itt vannak a filmek. Van vetítőgépe is? Rögtön meg is akarja nézni. Most nem, de olyan helyre kellene tennie, ahol gyorsan megtalálom. Mi áll a fejében? Ma elbocsátottak, és azért dühös vagyok. És amikor dühös vagyok, jó ötleteim támadnak. Értem. A toronynak van pincéje is? Igen, de szinte teljesen használhatatlan. Ez remekül hangzik. Mi az ördögöt akar? Csak bízzon bennem! Rob Hunter, minden üzenetnek örülök, ami 30 másodpercnél rövidebb. Jó napot, itt Anna Wilcox. Az a helyzet, hogy én... Azt hiszem, nem tudom elmondani 30 másodperc alatt.
Igen, pár napon belül biztos, hogy folytatjuk a munkát. John, jöjjön egy pillanat. Judith, mennyi ideig kell még itt várakozni? Kérdezzem a Mr. Huntert, egyedül ő a felelős a késedelemért. Értem. Ez a várakozás ugyanolyan nehéz nekem is, mint önnek. Tényleg? Talán küldjön egy üzenetet a központba. Rendben. Elnézést. Mr. Gordon! Na. Nem érem el Mr. Huntert, hol van? Fogalmam sincs, hogy hol van és mit csinál, sajnálom. Én viszont új információkkal szolgálhatok. Voltam a bíróságon, hogy megsürgessem az ügyet. A kilakoltatási papírok hamarosan meglesznek, és véget ér ez a rémálom. Örülök. Még egy kérdés. Rob, beszélt már Josh Hesleyvel? Ezt muszáj tudnom. Nem, uram. Rob eddig még nem lépett kapcsolatba vele. Pedig én már sokszor mondtam neki. Ne vesztegesse az idejét. Oké. Kell egy kis pihenés. Köszönöm. Szerinted eljön még? Fogalmam sincs. Nem is tudom megítélni. Kinyitom. Jó estét. Mit akar? Inkább megmutatnám. Biztos benne, hogy látnom kellene? Várjon egy kicsit. A kis Robi. Ezt nem hiszem el. Hol vannak az iroda kulcsai? A kulcsok? A konyhában a tűzhely mellett. Nem akarod behívni a fiatal embert? Nincs rá idő. Jöjjön. Csst, halkan! Miért? Tudja, egy kicsit szétpakoltam itt. Te jóságos ég. Ön elég rendetlen. Mikor született? Már megint ugyanazt fújja? Igen. Szóval? 72 áprilisában. 72, jó. Itt van.
Ez itt a Valley Telegraph 72-ből. Az újszülöttek nevét mindig lehozta az újság. Szóval január, február, március, és itt az április, ez az. Igen, igen, igen. Itt van az új toronyőr. Josh Hesley. Klarinétos. Zenekarban játszott, igen. Josh Hesley és várandós felesége Elizabeth. Halálos beteg volt. És meg akart halni. Az édesapja morfiumot szerzett neki, ami illegális volt. Mi? Szóval akkor ő nem... Nem, nagyon szerette őt. Ennek ellenére bűnösnek találták. Amikor ön 4 éves volt, elvették tőle. Nem csak a feleségét, a gyerekét is elvesztette. Én hallani sem akartam az apámról. Próbálta felvenni a kapcsolatot velem a gyámhivatalon keresztül. De én mindig visszautasítottam, Miss Wilcox. Anna. Elnézést, én csak... Jó, rendben. Végül is bűntársa vagyok a betörésben. Úgyhogy ez a legkevesebb. Rob. Anna. Az apja szeretne önnel beszélni, Rob. Mondja, miért csinálja ezt? Ez egyrészt nagyon bátor, másrészt... Másrészt. Is... Tudom. Kár, hogy így ismerkedtünk meg, Anna. Igen. Ugye tudja, hogy a tornyot mindenképpen levontjuk? Persze, a határidőket be kell tartani. Jó ét. Jó ét. Ah, és ne felejts el a kincses ládát. Hogy mi csodát? Nem is hallott róla. Ez régi hagyomány errefelé. Valahol el van rejtve, valamelyik falban. Szinte minden háznál van ilyen. Szóval ez olyan, mint egy időkapszula, amit befalaznak a házba. Igen, csak ez a kincses láda együtt bővül a családdal. Minden generáció elrejt benne valamit. Szerintem a világító toronynak is van ilyen. Jó lenne, ha megmenteni. Csak úgy mellékesen. Megígérem. Anna. Lehet, hogy nem fogom megtalálni. De azért köszönöm. Jó ét. Jó ét. Volt ez? Megijesztettél. Mit keresel itt? Lejöttem, hogy támogassalak. De látom, nincs szükséged rá. Örülök, hogy látlak. Igen. Az előbb beszéltem a nénikéddel. Kirúgtak az állásodból. Sajnos, igen. Akkor vissza is mehetünk New Yorkba. Még valamit el kell intéznem. Mégis mit? Meg kell mentenem egy régi épületet.
Még nem, Matt Thomas. Ez bonyolult, te is tudod. Igen, ezt látom. Neki segítesz? Igen. Nem. Vagyis nem úgy. Á, nem? Így már világos. Na jó, Anna, figyelj. Én New Yorkban élek, és most visszamegyek. És te mit teszel? Engem? Hogy vagy? Anna! Hogy érted ezt? Joshért sokat kockáztatsz. Annyi mindent tettél érte. Még hazudtál is. Vagyis eltitkoltad az igazságot. Nem ismerek rád. Josh beteg. A csökönyhöz szamár meg fog halni. És mit lehet kezdeni valakivel, akinek a napjai meg vannak számlálva? Ezt ő mondta. Senki sem tudhatja, mikor hal meg. Ah, ez a makacs szamár tudja. Szeretem őt. Tudod? De ő... Ő mindig is csak Elizabeth-et szerette. És az ő öreg, beteg szívében nincs több hely még egy embernek. Tudom én. Én mindig is tudtam ezt. Most, hogy Josh látta a fiát, mindent elért, amit még akart. Te érted ezt? Nem. Ez az egész ostobaság. Megmondtad neki, hogy szereted? A hallgatással egyik kötök sem megy semmire. Az apja allergiás valamire? Nem tudom. Előzmények? Fogalmam sincs. Mikor kezelték utoljára Mr. Heslit a szívével? Nem tudom, oké? Fogalmam sincs róla. Alig ismerem ezt a férfit. Rendben van, Julia. John Hesley az én páciensem. Nyugodjon meg. Az apját a múlt évben már kezeltük itt. Sajnos teljesen eredménytelenül. Na és ez mit jelent? Az egyik szívbillentyű felmondta a szolgálatot. A gyógyszerek csak a tüneteket enyhítik. De az apja nem akar műtétet. Értem. Már nem fiatal. És makacs, mint egy összvér. Mondjuk, hogy inkább fáradt, de ő dönt. Így viszont nem sokat tehetünk már érte. Épp most megyek be hozzá, megnézem, hogy van. Köszönöm. Szia, Rob! Max, Judith. És? Hogy van?
Nincs magánál, de stabil az állapota. Ez remek. Ez azt jelenti, hogy bonthatunk már? Úgy van, mindjárt hívom is a bírónőt. Még ne. Most az üzletről van szó. És ezt neked is meg kéne értened végre. Mindennek van határa. Nézd, alig ismerem ezt a férfit, de én vagyok az egyetlen rokona, érted? Még nyugodtan várhatunk. Mr. Hunter! Az apja még nem tért magához, de ha óhajtja, bemehet hozzá. Én már rá sem ismerek. Nehéz helyzetekben derül csak ki az emberről, hogy milyen is. Igen. Ha továbbra sem lép az ügyben, vegye kézbe a dolgot. Rendben? Bennem nyugodtan megbízhat. Jól van. Egész életemben azt hittem, hogy meg akartál szabadulni tőlem. Ezért nem akartam találkozni veled, érted? Szinte alig emlékszem rád. Nem is tudtam, hogy itt élsz. És hogy én is itt éltem valaha. Anna? Rob, üdv! Ha meg akarja menteni a kincses ládát, igyekeznie kell. Ez nem túl rövid? Nem, jó lesz. Megkerüljük és hátulról csináljuk, érted? Judith! Köszönöm. Mi a csuda folyik itt? Csak mindent előkészítünk. Amint megkapjuk a végzést, robbantunk is. És nem lesz több de. Ez Max utasítása. Maxi? Értem. Annak ellenére, hogy apám nem tért magához. Igen, épp azért, mert az apja kórházban van. Az a lényeg, hogy ne legyen itt, nem igaz? Jéghideg, mint mindig. Ne butáskodjon, Rob! Szüksége van a támogatásra. John, állítsd le a munkásokat. Akkor most mi lesz? Nem olyan kemény, mint gondoltam. Jóságos ég. Te jó ég, a frászt hozzá rá. Elnézést, nem állt szándékomban. Pedig pont úgy nézett ki. Mit keres maga itt? Ön már talált valamit? Lehet, hogy nem is rejtettek el semmit. Várjon csak. Itt az alaprajzon meg van jelölve egy rész. Valahol ott fent kell lennie. Valami nagy kő lesz, vagy ilyesmi. Itt? Ott. Itt. Itt van valami. Megvan. Itt van a kincses láda. Nyissa ki ön. Ön a régi dolgok szakértője. Nézze csak. Ezek régi tervek. Köszöntés az alapítás évéből. Családi fotók. Te jó ég, elég nagy családnak tűnik.
19. század. És ez itt? 1976. Ez az én időm. Itt épp 4 éves voltam. Ez itt az apám velem. És akkor élt még az anyám. Egy tökéletes család. Igen. Nézze csak a mackót hátul. És ez meg mi? 1976. Szuper 8-as. Szeretné megnézni? Együtt készített az apjával. Igen. Egyáltalán semmi emlékem sem volt anyámról. Pedig olyan szép nő volt. Az apja pedig egy boldog férfi. A feleségével és a fiával. Igen. Nyilvánvaló. Én semmit sem tudok arról az emberről. Minden rendben. Josh Hesley, első klarinétos volt. Igen. Jól emlékszem rá, annak idején én voltam a gondnak itt. Nagyon jó zenész volt, szorgalmas, nagyon tehetséges. Na és mindig barátságos volt. Velem is. És aztán miért ment el innen? Jöjjenek velem, szeretnék valamit mutatni. Gondolom... Minden zenésznek elismerés, ha itt játszhat, nem? Hát persze. De Joshua felesége terhes lett. Aztán megbetegedett. Másik munkát keresett, hogy a felesége és a fia mellett lehessen. Éjjel-nappal. A világító torony. Na és mi lett belőle? Azt hiszem, egy nagyon magányos ember. Minden rendben. Lemondott az álmairól. A családjáért. Josh. Mo. Hogy vagy? Mégis hogy lehetnék? A fiat talált meg, makacsvén ember. Nálam járt. Igen. A világító toronyban? Képzeld el. És hagynod kéne, hogy megműtsenek. Akkor nem feküdnél itt. És beszélhetnél vele. Te jó ég, Joshua. Még annyi időd lehetne. És nem kellene folyton félnünk, hogy nem látjuk egymást többé. Te féltesz engem. Soha nem érezted. Ennyi éven át. Szeretném, ha megígérnéd nekem, hogy végre megoperáltatod magad. És ha nem is miattam, akkor legalább a fiad miatt. Mit csinálsz? El kell mennem. Segítesz? Thank you.
Szia, Mona. Mi van Josh-sal? Jól van. Igen, köszi. Az apja már nincs a kórházban. Hála Istennek. És hogy van? Kérdezze meg tőle. Menjen el hozzá. Tudom, milyen nagy áldozat, hogy eljöttél hozzám. Megértem. Köszönöm, hogy ennek ellenére megtetted. Szeretnék bocsánatot kérni tőled. Ó, ne. De. Én ezt nem is tudtam. Nem tudtam, mit jelent ez a hely. Nem tudtam, hogy mindenről lemondtál a családért. És értem. Csak együtt akartunk lenni, ameddig csak lehet. Te voltál az angyalkánk, Rob. Egy kis angyal. Láttam a filmet rólunk, hármunkról. Nagyon szép idők voltak, nem igaz? De... minden szép nap elvett egy napot abból az értékes időből, ami maradt nekünk. Nekem semmi emlékem sincs erről. És talán jobb is így. Aztán az anyád halála után rögtön jöttek az áramszolgáltatók. Akkor el is mehettem volna. De inkább megvettem az emlékeimet és az épületet. Miért? Elkezdtem várni. Mire? A mai napra. Rád. Mi másra? Csak tavaly ősszel adtam el. Tavaly ősszel? Igen. A cég egy jó helyet keresett. De ez már úgysem számít. De? Max Gordon már tavaly vételi ajánlatot tett neked. Igen, és megmondta, hogy te nála dolgozol. Ez volt az utolsó esély számomra. Ez nem lehet igaz. Valamit tisztáznom kell. Anna! Mit keres itt? Szeretném elvinni. Na jó, ha őszinte akarok lenni, kell valaki, aki elvisz New Yorkba. Nagyon fontos. És megmondanám miért? Talán alkoholt ivott? Igen. Az apámmal. Mit szól hozzá? És tudja, mi a furcsa? Igen. Hogy önnek csak a profit maximalizálás számít. Igen. Nem, hogy ön az egyetlen, akiben bízom.
Ez most bók volt, vagy ítélet? Ahogy akarja. Nos, van kedve Manhattanbe kiruccanni? Maga tényleg nagyon rendetlen. Max Gordon nincs az irodában, és a titkárnője sincs. Senki sincs a cégnél. Annál jobb. Mi a jobb? Ugye most nem egy betörésről beszélünk. Jaj, ugyan már. Hisz az ön irodájába törtünk be először, már nem is emlékszem. Egy pillanat, pillanat. Ez maximum egy apró visszaesés, de semmi komoly. Maga megőrült. Itt most egyáltalán nem is rólam van szó. Mégis mennyit ittak? Ennyit. Talán ki akar szállni? Egyelőre még be se szálltam. Még pár ház tömb, és ott vagyunk. Döntsön végre. Jöjjön. Nincs hozzá kulcsa? Ez itt New York, itt nem kellenek kulcsok. Mi ez itt? Ez Max Gordon irodája. Mégis mit csinálunk itt? Keresünk valamit. De mit? Az adásvételi papírt, a toronyét. Számla kivonalak. Itt van. Tavaly szeptemberre van dátumozva. Akkor igaz. És mit is jelent ez pontosan? Tavaly szeptemberi a szerződés. Max azt mondta, hogy ez új projekt, és engem csak idén februárban vett fel. Francba. Rejtőzzen el, gyorsan! Gyorsan! Megmagyaráznád nekem, hogy mit jelent ez? Nem. Te tartozol magyarázattal. Miért vettél fel a céghez, Max? A torony miatt. Apámnak tavaly ősszel mondtad, hogy neked dolgozom. Te tudtad az egész történetünket. Mit jelentsen ez? Ide figyelj, Rob. Josh Hesleynek számos ajánlatot tettem az évek során. De nem akarta eladni. Meg akartam keresni a gyenge pontját, így leinformáltattam. És aztán... Aztán hazudtam neki. Vagyis? Azt hazudtam neki, hogy régóta nekem dolgozol. Na és? Na és mi? Eladja nekem a területet a toronnyal, meg mindennel együtt. Én pedig gondoskodom róla, hogy téged újra láthasson. Az apa, a fiát. Ez volt az egyesség. Te felhasználtál engem. Nem, alkalmaztalak méghozzá jó pénzért. Rob. Rob, ide hallgass. Nekem kellett az a terület. És most még inkább. Szerződésem is van, és tudod miért kell? Mert különben tönkre megyek. Hogy tönkre mész? Elúszom. Kinyírnak. Végem van. Az összes pénzem ebben a projektben van. Csak a cégszámládon 300 000 dollár van. Igen, azt egyszerűen csak a bankban tartom. Ez az ára annak az átkozott darab földnek. Ezek szerint még ki sem fizetted. Mondd, értesz te egyáltalán bármit is? Azért tartom a bankban a pénzt, hogy fizetőképes maradjak. Nekem ez az egyetlen esélyem. Egyébként meg... Nézd a jó oldalát, Rob! Én hoztalak téged újra össze az apáddal!
Elnézést. Ebből itt semmi sem marad majd. Semmi. És én tehetek róla. A torony még áll. És így is fog maradni. Jó az egészséges optimizmus. Olvastam, én nem tudtam erről semmit. Nem tudtam, hogy mit jelent. Kérem, higgy el. Csak amikor a kincses ládát megtaláltuk. Igen. Nincsenek ilyen ládák, igaz? Az ön találmánya. Köszönöm, Anna. Tudja, van rá lehetőség, hogy... Sajnálom. Már mint a csókot. Ezzel mindent elrontottam. Igen. Ami a csókot illeti. Kaphatok még egyet? Néha esténként látni, hogy a világító torony fénye forog. Csak ha az öreg úr forgatja. A torony már rég nem működik. Csak neked forgott. Nézd csak, az erkélyről is lehet látni a tornyot. Mm. És nem fogják lerombolni. Anna. Nem, tényleg. Hogy lehet oda jutni? Csak a hídon át. Mm-hmm. És ma fogják elárverezni. Van egy kis félretett pénzem, és a licitálok. Mit kezdenél vele? Akkor senki sem rombolhatná le a tornyot. Viszlát, Vidám Park. Anna, a szolgalmi jog él, akár a tiéd a híd, akár másé. Igen, ez így áll a 68-as alapító levélen is, hogy ez a szolgalmi út a toronyhoz. Pontosan. Szolgalmi út a toronyhoz. Akkor Max nem romboltathatja le. Különben elveszíti a szolgalmi jogot a hídhoz. Pontosan. És ha csak nem ejtőernyővel, sosem jut át a szigetre. Ezért húztad az időt. Az árverés miatt. Ó, bébi, te zseniális vagy. Tudom. Jó reggelt! Jó, hogy hazaértél. Igen, tudom, telefonálnom kellett volna, de... Mi történt? Ez mi a csoda? A híd aukciója. Itt van a licitálók listája. Igen, és? Most lett frissítve. Max Gordon vállalat. Gondolom, elmondtad Robnak a tervedet. Nem volt túl bölcs dolog tőled.
Kérlek, bocsáss meg. Anna! Hé! Kellemes meglepetés. Én nem mondanám. Mi történt? Hogy mi történt? Tessék! Látni sem akarom. Rombol csak le a tornyodat! Töröld el a föld színéről minden emlékedet! És aztán egyszerűen tűnj el! Te jó ég! Anna! Aljas áruló vagy! Jó, hogy itt találom. Az autó kulcsait kérem. Céges autó, nem? Mi van? Majdnem megölte a vezérigazgatót. Nem nekem mondtak fel azonnali hatállyal. Ön volt az. Ön árult el neki mindent. Ugye tudja, hogy ezzel mindent tönkretett? Ha a toronyra gondol, igen, annak befellegzett. De az eddig is így volt. Tessék! Jó szórakozást az autókereséshez! Ezzel most előrébb lépett, ugye? Hová akar menni? Maxért, hogy elhozza? Igen, pontosan! Aztán megyünk az árverésre. Pár dollár egy régi hídra igazán nem nagy kiadás. Egy pár dollár. Egy pár dollár. Mr. Hesley! Josh! Apa! Apa! Rob! Hol van a szerződése, amit Max Gordon kötött veled? Itt van? Igen, hát persze. Itt van. Mi történt? Nem csak Anna húzta az időt, hanem Max is. Legalábbis azt hitte. Vagy fizetett már? A toronyért? Nem, nem. Mikor jár le a határidő? A hónap végén. Ma. Ma, apa. Miért olyan fontos ez? Max Gordonnak legkésőbb ma fizetnie kell, különben visszaléphetsz. Ez mindig így van, ugye? Igen, hát persze. Na és? Pénzre van szükségem. Hitelt veszek fel a lakásra. A torony miatt? Igen. Igen, a torony miatt. Ez a torony olyan, mint a családunk szimbóluma. Az életünké, a te életedé. És ezt meg kell tartanunk, nem gondolod? Rob, biztos vagy benne, hogy tudod, hogy mit csinálsz? Nem. Harty Bank? Hölgyeim és uraim, az árverést megkezdem. Kezdjük a 443-as objektummal. A világító toronyhoz vezető híd építési éve... 1868, felújítás 1929. Köszönöm. Ó, hát megint találkoztunk. Itt nincs feltüntetve a dátum. A híd egyben szolgalmi út is a Hudson egyik régi világító tornyához. Hölgyeim és uraim, tegyék meg tétjeiket! 25 000 dollár! 25 000 dollár az első ajánlat. Ki ad többet? Mennyi pénzed van még? Összesen volt 20 000. Nekem is van még 30-am. 50 000! Ne olyan gyorsan! 50 000 dollár a következő ajánlat. Ki ad többet? Nevetséges, nincs is rá pénzük. 60 000 dollár! 60 000 dollárt ajánlottak. Nincs más licitáló? Akkor ennyi volt. Először? Zálogba adom a házat. Másodszor? Ahhoz is késő. 60 000 dollár! 70 000 dollár! Gordon ellen licitál. Talán rosszul ítélted meg. 80 000! 90 000! Semmiképp sem szeretném megállítani az urakat, de ugye tudják, hogy az összeget azonnal át kell adni az árverés után, és később már nincs visszalépési lehetőség.
A bankjukat felhatalmazták erre? Igen. 100 000 dollár, és ez a vége. 150 000. 200 000 arra a rozsdás vacakra. Ön 200 000 dollárt ajánlott. Igen. Ki ad többet? Először? Nincs annyim. Másodszor? És a mi 50 000-ünk? 250 000 dollár. 300 000! 300 000 dollárt ajánlott a 443-as objektumért. Van még ajánlat? Először. Másodszor. És harmadszor. Igen, megcsinálta. A híd a Max Gordon vállalaté. Igen, ma is tanultunk valamit. Milyen csodálatos nap. Max! Max! Hadd gratuláljak! Tiéd a híd! Nem érdemes velem vitába szállni, hisz ismersz. Ne harapja kézbe, ami enni ad. Ezt a levelet itt, tanuk előtt, most kézbesítem. Na és mi a csuda ez? Elállás a szerződéstől. Nem fizettél, Max. És a mai nappal lejárt a kitűzött fizetési határidő. Szamárság! Fizetek! És mikor? Vagy ha jobban tetszik, miből? A pénzed az utolsó centig a régi hídba fektetted. Ahogy mondtam, gratulálok. És egy valamiben igazad van. Igen, ismerlek. Nem merészeld. Túl késő. A torony a miénk. Ahogy akarjátok, de a híd az enyém. Amint soha nem fogtok átjutni a toronyhoz. Soha. Erre mérget vehetsz. Judith, menjünk. Ha én is mondhatok valamit. A toronynak szolgalmi joga van 1868 óta. És a hídat kérem karban tartani, mivel műemlékről van szó. További jó üzleteket. Josh. Ez itt a tiéd. Mégis megengedett, hogy megoperáljanak? Feltétlenül. Mostantól minden nap harcolni fogok, hogy még veled lehessek. És ez most fenyegetés. Ó, Josh. Velem jössz. Hová? A toronyba. Gyere. Rob és Anna már várnak. Ugye milyen szép? Bizony. Today was a fairy tale, you were the prince. I used to be a damsel in distress. You took me by the hand. Most már benne vagyunk. Today was a fairy tale. Tényleg? Today was a fairy tale. Várj. Today was a fairy tale. I wore a dress. You wore a dark gray t-shirt. Time slows down.
a tortuk. A fény majd mindig hazavezet minket.